Harson a szótól volt hangos a már régóta lakatta lezárt evangélikus templom udvariban. Jótékonysági koncertnek adott helyet a 175 éves építmény, amelyben már legalább 40 éve nem tartanak istentiszteletet. A hosszú évek óta nagyon rossz állapotban lévő épület megmentésén dolgoznak, a település önkormányzata nem szeretné, ha az enyészeté lenne a klasszicista stílusban épült templom. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke is támogatólag áll a kezdeményezés mögé. Egy nagy kihívás ezt a templomot megmenteni, de hogyha sikerül, akkor egy nagyon jó jelzés azok felé, akik hasonló problémával küzdködnek, hiszen van egy néhány ilyen romos templomunk még Tolna megyében, és hát mindegyiket meg kellene menteni, úgyhogy jó példával élen jár udvari, és ebben szeretnénk neki segíteni, hogy ez most sikerüljön. Az evangélikus templomot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2004-ben műemléki védelem alá helyezte. Forrás azonban azóta sem adódott az állag megóvása. A település önkormányzata célul tűzte ki ezt a feladatot, amelyhez várják az adományokat is, mondta el a polgármester. Több 10 millió forint, vagy megkockáztatom, hogy 100 millió. Tudni, hogy az állványozás maga az rettentő nagy pénzbe kerül. Meg kéne a koszorút csinálni, mert erre a falra nem lehet rátenni a tetőszerkezetet. Az udvariban található evangélikus templom egyházi műemlék Tolna megyében is országosan is, ezért is fontos lenne a megmentése.